A következő videóban karfiol pürével fogunk csirkemell pörköltet csinálni, természetesen MCT olajjal és ismét a nagymamával. Azért használunk MCT olajat az ételekben, mert ennek az olajnak a kalóriatartalmával nem kell számolnod, amikor diétázol, szóval előre szeretettel használjuk, amikor fogyizunk. Használjátok egészségére ezt a következő receptet is, ami nagyon egyszerű, bármikor elkészíthető otthon is. Az első lépés az tehát, hogy a karfiolt rózsaira szedjük és sós vízben megfőzzük. Én egy újabb eszközzel találkoztam a konyhában, amiről életemben nem hallottam, még ez hagyma szeletelő, könnyebb így kockára vágni a hagymát, és nem is esik szét a hagyma, amikor vágogatod. Tehát a pörtkölt alaphoz a paprikának a csumáját is belevágjuk a magokkal együtt, és MCT olajon, ahogy látjátok a videóban, fogjuk megpirítani a hagymát és a paprikát. Erre fogjuk rátenni a kockára vágott csirkemelleket, és mi itt egy saját készítésű nátriumglutamátmentes vegetát használunk, de igazából sót is használhatsz, borsozhatod is, hogy jó íze legyen az ételnek, és ezt fogjuk így megfőzni. Tehát egyszerre mehet a két folyamat a karfiollal és a csirkével. Ha a karfiol megfőtt, akkor krumplinyomóval szétnyomkodjuk, ahogy a képen is látjátok, és tejfölt teszünk hozzá, sózzuk, borsózzuk, ha más fűszert is hozzá szeretnél tenni, azt is lehet hozzá tenni, és ez lesz a karfiol pürénk. Közben a csirke is, hogyha megfőtt, akkor hozzávágjuk az egész paradicsomot, és hozzátesszük a piros paprikát is, szóval egy picit fordítva csináltuk ezt a pörköltet. Igazából itt készre főzzük, és kész is van az ételünk, karfiol pürével, csirkepörcivel, és mesd el magadnak ezt a receptet, mert jó lesz a hosszú távú diétát.